Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi Magazinját látják, Jelics Fanni vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. 30 éve alapították. Györei templom általános iskola jubileumi ünnepsége. Idősek világnapja, Aparhonton és Nagymányokon is ünnepeltek. Szüreti mulatság kéken. Helytörténeti szoba is nyílt. A Györei templom általános iskola a használaton kívüli, bontásra ítélt evangélikus templom megmentésével, átépítésével jött létre 1994-ben. Az intézmény megalapítása óta 5 évente jubileumi ünnepséget tartanak. Ti nem akartok semmi rosszat. Isten akartok rá. De nincs, aki köztetek e szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyiutoknak vitathatatlan jogot áll. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. 30 éve alapították a Györei templom általános iskolát. Mindig hálaadó szentmisével kezdik a jubileumi ünnepséget, amelyet Mayer Mihály nyugalmazott pécsi püspök tart. Ő szentelte fel az intézményt az első évben. Nagy esemény, hogy egy iskola, amiről azt mondják, hogy templomiskola, 30 éve működik, és 30 évvel ezelőtt a templomot nem lebontották, nem megszüntették, hanem átépítették, hogy valóban iskola legyen, és valóban értéket őrizzen. És ezt szeretném megköszönni azoknak, akik 30 évvel ezelőtt a templomiskola beindításánál jelen voltak, de főképpen azok, akik előtte való években ezt a munkát megtették, és annak örülök, hogy a templom mindig értékrendet képvisel, az iskola mindig nevelést és felelősséget ad a gyermekeknek, és ezért jó, ha visszatekintünk az értékrendre, és jó, ha felelősséggel a jövőbe nézzünk. Ezt kívánom, hogy valóban legyen olyan jövőnk, amely megnyugtatja a szülőket és gyerekeket is. László Olga, Györei templom általános iskola igazgatója elmondta, hogy az intézmény mottója nem adom fel. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy voltunk, vagyunk, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy legyünk is az elkövetkezendő években. 1994-ben indult az iskola, akkor nyitotta meg kapuit, augusztus 20-án. Takács József volt az első igazgató, aki átvette ezeket a kulcsokat. Különleges az iskola, mert egy evangélikus, egy pusztulásra ítélt evangélikus templomból került átalakításra, egy hatalmas ötlet folytán. Néhai Csoma József polgármester úr volt az, aki ezt az ötletet megvalósította, és a képviselőtestületből még a jelenben is például a polgármester úr él, aki ott volt az iskola születésénél. Akkoriban nagyon sok gyerek, helybéli gyerek volt az iskolában, 100 gyerekkel indult újra 89-ben az iskola, de közben a lakosság fogyott. Ez egy alig 570 fős település, így törvényszerű, hogy nincs a faluban annyi gyerek, amennyi egy 8 osztályos, 8 évfolyamos iskola működtetéséhez szükséges. 2013-ban, amikor az önkormányzattól a működtetést átvette a tankerületi központ, Tamási tankerületi központ jelenleg a fönntartónk, akkor mindössze 66 gyerek volt az iskolánkban. De jelenleg 72%-os emelkedést tapasztalhatunk. 113 gyerek folytatja jelenleg most általános iskolai tanulmányait az intézményben. Hogy ez minek köszönhető? Mindenféleképpen a befogadó és elfogadó tantestületünknek. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakot tekintve most már a környéken élők számára valódi alternatívaként és opcióként létezik a Györei iskola választása már első osztálytól. A tanulói létszámnak a 70%-a vidéki. A beiskolázási körzetünk az Györe, Izmény, és emellé társult az idei évtől Várajai, de nagyon-nagyon sok gyerek érkezik Magyaregregyről is. Hát szükségünk van a bejáró gyerekekre, hiszen az iskola léte függ tőlük, de én azt gondolom, hogy őnekik meg ránk van szükségünk.
a mi tantestületünkre, az elfogadásunkra és erre a családias légkörre, amit mi biztosítani tudunk a mindennapokban számukra. Az ötlet 1990-ben fogalmazódott meg, majd az előmunkákat követően egy év alatt épült meg a templom általános iskola. Filamella Tibor a kezdetektől jelen volt az általános iskola életében, és 34 éve tagja a testületnek. Óriási öröm és egy óriási sikernek könyveljük mi el, mert 30 évvel ezelőtt, nem 30, már 32-35 éve, mikor mi azon álmodoztunk, hogy a lerobbant evangélikus templomból, ami már tényleg romokban volt, hogy abból is eszünkbe jut, és az elődömnek eszébe jutott ez az ötlet, hogy egy iskolát kéne ebből csinálni. Hát ezt mindenki elutasította meg, azt hitték, hogy mi bolondok vagyunk, csúnyán mondva, de hogy ezt sikerült megvalósítani, ezt egy óriási eredménynek tartjuk. A 610 lélekszámú településnek ez az iskola a jelene és a jövője. A Parhanton és Nagymányokon is ünnepelték az idősek napját az egybegyűltek. Ez az esemény mára már hagyománnyá vált a környező települések körében is. Ilyenkor mindenütt vidám programokkal és kis vendégfogadással készülnek a szervezők a szépkorúaknak. A Parhanton és Nagymányokon is megtartották az idősek napját. Mindkét településen sokan gyűltek össze az eseményre. A Parhanton Dávid Tímea, a község polgármestere kedveskedett szórakoztató közös műsorával, Fausz Jánosné Mónikával. Ott lesz gyógymasszázs, meg szexmasszázs. Mi lesz a kettő között a különbség? Hát semmi, csak mondjuk a szexmasszázsnál leveszem a kendőmet. Már évek óta tradíció itt a Parhanton, hogy október 1-ét követő első pénteken megtartjuk az idősek világnapjából ezt a kis önkormányzati rendezvényt. Nagyon örülünk, mert egyre többen jönnek el erre a rendezvényre. Megvendégeljük egy vacsorával az időseket, illetve kulturális műsorokat adunk. Jellemzően a környék dalköreit szoktuk meghívni. Az idejében pedig egy kis kabaréval is kedveskedtünk a vendégeinknek. Itt Fausz Jánosné Mónikával már évek óta betanulunk egy-egy kabari jelenetet, ezt mindig frissítjük évről évre, és ezzel is szórakoztatjuk a vendégeinket. Jellemzően 100 körüli létszám szokott összegyűlni, az idén sincs másként, 96-an regisztráltak, ha jól emlékszem. Mindig kiteszünk egy plakátot, amiben meglepetés vendéggel próbáljuk csalogatni a szépkorúakat, hogy jöjjenek el erre a rendezvényre. Az idejében Kéméndi Tamás lesz a fellépő, aki majd szórakoztatja a vendégeket, illetve tombola sorsolást szoktunk rendezni, mindenki kap egy ingyen tombola jegyet, és mint amint látható mögöttem, éppen ez a tombola sorsolás zajlik. A szépkorúak nagy örömmel vettek részt az eseményen. Szeretettel fogadtuk az önkormányzat meghívását, és szívesen, és örömmel eljöttünk, hogy részesei lehessünk ennek a szép ünnepségnek. Én úgy gondolom, hogy aki eljött, az szerintem igazán mindenki azért jött, hogy együtt legyen a szépkorúakkal, mert nem mondom, hogy idősek, mert nem vagyunk idősek azért, a 70-esek sem vagyunk idősek. Én úgy gondolom, hogy megtiszteljük egymást a jelenlétünkkel, s a szeretetünkkel, s az összetartozással. Nagy örömmel és szeretettel jöttünk mindannyian, és nagyon örülünk ennek az estének, amit rendeztek számunkra, és ez már ismétlődő, és nagy örömmel fogadjuk. És a másik az, hogy a nyugdíjas klubot segítik, megkapjuk a falubuszt, elvisznek bennünket, most is megyünk egy ilyen vallási összejövetelre, egy múzeum, templomi múzeum látogatás, egy kis imádság és egy misére, úgyhogy két mikrobuszt fogadtak, mert a sajátunk és a szomszéd községből Nagyvejkéről is kölcsön kérték, úgyhogy gyakran elmegyünk azért az országba, több felé, több mindent megnézünk, úgyhogy hát örülünk, hogy a Timi van köztünk, és nyugodtan mondhatjuk, hogy szeretjük és várjuk, hogy maradjon is, mert az az igazság, hogy támogat
mindenkit, nem csak az idősebbeket, a fiatalokat, az óvodásoktól kezdve mindenkit, tehát az óvodás szülőket így mondjam. Mindenki számára hatalmas élmény volt ez az este. Most pedig elkalauzoljuk önöket, hogy betekintést nyerhessenek a nagymányok idősek napjára is. Előadták műsorukat, illetve az iskolások is kedveskedtek az időseknek egy műsorszámmal. Majd az időseket a programok végén megvendégeli az önkormányzat egy kis szendvicssel, süteményekkel, enni-innivalóval. Nagyon-nagyon szép szervezés volt a mai nap, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon szép műsor, a minisztő is, a többi fellépő is, nyugdíjas kutó szívemcsúszka, és ők is táncoltak, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, és köszönjük a vendéglátást mindenkinek, aki ebben részt vett. Nagyon örülünk annak, hogy mi nyugdíjasok vagyunk, és még valamilyen szinten úgy érezzük, hogy ilyenkor megbecsülnek, és gondolnak ránk, és ez nagyon jó érzés, és nagyon jó dolog. Tisztelni és becsülni kell az időseket nem csak ezen a napon, hanem mindig, hiszen a bölcsességet tőlük vesszük át, és adjuk tovább mi is a jövő generációjának. Szüreti mulatságot tartottak Kétyen. A község apraja nagyja összegyűlt, hogy felvonulással és kulturális műsorokkal ünnepeljék a szüret hagyományát. Fontos történés még a település életében, hogy egy helytörténeti szobát is létrehoztak nemrég. A termet a felvidéki érsek két testvértelepülés segítségével alakították ki. A tárgyakat a kétiek gyűjtötték össze, ajánlották fel. Ezt még az őshazába, Bukovinába, Hadifalván varták. Helytörténeti szoba Kétyen. Az új terem és egyben a szüreti mulatság a Bethlen Gábor Alap 2024. évi testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiírás keretében helyi értékfelkutatás a felvidéki érsek két jógyakorlatának átültetésével címmel a magyar kormány és a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága támogatásával valósult meg. Az elmúlt években volt egy olyan elképzelésünk, hogy amit még itt a településen helyi értékeket meg lehetett találni, vagy meg lehet találni, fel lehet lelni, azokat próbáljuk összegyűjteni, és egy helytörténeti szobát szeretnénk kialakítani. Az elképzelésünk az az, hogy itt a mellettünk lévő nagyobb terem lesz majd igazából ennek a szobának a házigazdája, ahol most vagyunk, ez egy ideglenes terem. Itt most azokat az értékeket gyűjtöttük össze, amit eddig a lakók nekünk felajánlottak, vagy bizományba, vagy véglegesen itt hagyják, és most ezt a kis gyűjteményt tudjuk felmutatni. A kiállított tárgya katalogizálásában, nyilvántartásában a felvidéki érsekkégy testvértelepülés segítségét kérték, hiszen náluk már volt tájház. És mi a nyáron ott voltunk náluk, megnéztük, hogy kell egy tájházat berendezni, mik azok a dolgok, amikre oda kell figyelni, amikor egy értéket kapunk, azt hogyan regisztráljuk, és ebben az ottani tájház vezetője, a téma, ő tudott nekünk nagy segítséget adni, és most elcsaltuk ide Kétyre, meghívtuk a érsekkéti delegációval, hogy nézze meg a tájházunkat, és amit mi most itt eddig elértünk, abba adjon nekünk tanácsot, mutassa meg, hogy mi az, amit ilyenkor kell tenni a tárgyakkal, hogy utána, ha valaki rákérdez esetleg, hogy megvan-e még, akkor tudjuk, hogy melyik az övé. Tehát ezeket a katalógizálási formációkat, igazából ezeket ő fogja nekünk majd elmondani. Három népcsoport van még jelen pillanatban Kétyen, a székelyek, a svábok és a felvidékiek, és mindenkitől próbáltunk olyan használati tárgyat, illetve ruhákat kérni, amik már nekik nem kellenek, vagy amit fölajánlanak a településnek. A település szeretné a következő nemzedékekkel megismertetni az elődök viseleteit. Elsősorban is a katalogizálásra szeretnék nekik tanácsot adni, mivel a személyi jogokat ugye nem szeretnénk sérteni senki által, mert ugye többféle változatban szokták átadni az ajándékokat, vagy legalábbis a felajánlott tárgyakat, az műemlékeket.
Ilyenkor számszerűsítjük a tárgyakat, ezeket beiktatjuk, és a ruhaneműkbe bele, hát nem írjuk, hát, hanem bele varjuk a számokat. 8 évvel ezelőtt, mikor mi is megnyitottuk a tájházat, mi is sok hibába beleestünk ebben, mert hát először is papírra raktuk, a papír persze elszakadt, leesett, eltűnt, nem tudtuk ezt ugye folytatni. És akkor tudtuk meg, hogy ezeket a ruhaneműbe bele kell varni. A tárgyakat szintén ugyanúgy megszámozzuk őket. Minden éven, és újra meg kell néznünk, újra fel kell tárni, és lejegyzetelni. A megjegyzésbe igyekszünk minden egyes tárgyról megírni azt a dolgot, ami hozzá tartozik ahhoz a tárgyhoz, mert általában minden egyes tárgyhoz egy emléktársul. És nagyon sokszor, akik bejönnek a tájházba, felismerik azt a kalapot, vagy azt a vasalót, akkor tudnak hozzá történetet is mesélni. A helytörténeti szoba bemutatását követően kezdődött a kétyi szüreti mulatság. A felvonulók sora az óvodától indult el. Félúton a tömeg megállt, bemutatták táncaikat a kétyi óvodások és iskolások. A felvonulást kulturális műsorok követték. Nagyjából 17 óráig terveztük a kultúrprogramokat, és 17 órától 18 óráig a mai rendezvény sztár vendége Peller Anna fog bennünket szórakoztatni, a énekművésznő. És este 6 órakor pedig várjunk mindenkit nagy szeretettel a már megszokott babgulyásunkhoz, a vacsorához, amihez remélem nagyon, mindenkinek nagyon jó étvágya lesz. Jelen pillanatban a településünk 2 nagy rendezvényt tud megrendezni. Általában pályázati pénzből szoktuk ezeket, de valamikor nem sikerült. Az idén a Kóbászöltő Fesztiválunkat a saját erőből finanszíroztuk, a mostani rendezvényünket pedig egy pályázatnak köszönhetően az érsek kéti testvértelepülésünknek a segítségével tudtuk megvalósítani, amiben a Magyar Állam segítsége, a Betlen Alaptól kaptunk támogatást. Megmutatta tudását a Zombai Virágszálak Roma Klub is. Szatmári, Csingerálló és Felsőmarosmenti cigánytáncokat adtak elő a gyerekek. Örülünk, hogy itt lehetünk, örülünk a meghívásnak, mert minden évben itt vagyunk. Öltözékünk most az olá cigányviseletet hoztuk el, ez egy pukáig érő szoknyából áll, a legalsó réteg 9 méterből van, tehát rétegesen van varva, 9 méter a legalja, egy kasmír anyag, és felsőjük az pedig Cheyenne blues. És a cigánykendőt töltöttük fel, hiszen ez is az olá cigány viselethez tartozik. Önök a Tolnatáj Televízió Völcsegi magazinját látták, tartsanak velünk legközelebb is, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!